sziasztok! Sérülőken kutatásával foglalkozok. Elsősorban az Ethereum-mal, ilyen téren, és arról lesz szó, hogy mi van akkor, amikor nem elég okos ez a smart contract, vagyis okos szerződés. Ki hallott már itt az Ethereum-ról, ki az, aki képbe van nagyjából? Hú, ez nagyon jó, ez remek. TADL, tehát decentralizált rendszerről van szó, blokklánc alapú rendszer, ami megvan fejelve egy proof of work algoritmussal, ami kiválja ezt a blokkokat, és az EVM-mel van kiegészítve, az EVM pedig az, amiben ezek a smart contractok futnak, fontos, hogy minden instrukció, ami a smart contractban benne van, és futtatva van, az lefett az összes Ethereum nódon. Az utóirat az ajánlat már tényleg előtte, de az fontos még ezzel a témával kapcsolatban, hogy attól, hogy valami blokklánc, az nem feltétlenül decentralizált, attól, hogy valami smart contract, az sem feltétlenül decentralizált, és a smart contract sem feltétlenül blokklánc alapú, tehát még Szabó, aki kitalálta, ha jól emlékszem, 96-ban, akkor kicsit más elképzelése volt a smart contractról, mint amit az Ethereum-osok megcsináltak. Hogy néz ki az EVM, és akkor hogy került a smart contract az éles Ethereum rendszerbe. A Solidity-be, a Viper-be egyéb magas szintű programozási nyelven megírjuk a smart contractot, azt lefordítjuk bytecode-ba, és akkor csinálunk egy tranzakciót, ami sikeres kell legyen, és akkor az EVM-ben az összes Ethereum módon ott fog futni, és már lehet is hackelni. Nagyjából így néz ki belülről. Non-volatile storage van, tehát hogyha valaki esetleg nyom bele egy self-destructot, tehát az egy külön ilyen hívás, akkor onnantól kezdve minden megsemmisül. Sérülékenység keresés az ugyanúgy néz ki, mint máshol nagyjából, hogyha megvan a forráskód, akkor keresek a leggyakoribb sérülékenységet, tehát van körülbelül 15-20 féle, ezek elég standardek általában, tehát itt még könnyű dolgunk van, megtaláljuk, írunk rá egy exploitot és kész, tehát mik ezek a gyakoriak. Reentranciát nagyjából úgy néz ki, hogy van egy smart contract, azon van egy balanszunk, tehát jellemzően ERC-20-as ilyen tokeneknél, amikor ezek az ICO-k voltak, azon van egy balanszom valakinek, viszont amikor behívjuk azt a funkciót, egy külső smart contractor, amin ez a balansz van, és később vonódik le, mint hogy mi azt megkapjuk, akkor van egy olyan trükk, hogy mindig vissza tudjuk a mi smart contractunkból hívni ezt a funkciót, egészen addig, amíg ki nem ürítjük ezt az egészet. Tehát ez egy elég egyszerű trükk, ez került 50 millió dollárjával DAO-nak. A Arithmetic Under Overflow, ott a jellemzően a 2 a 256-on az a limit, aminél a pozitívból negatív lesz, ezt szerintem magyarázni nem is nagyon kell. Volt egy fortune-es ilyen queen, nekik ez 800.000 dollárjukra került, tehát ők ezt rontották el, be akartak szkemelni mindenkit a rossz fiúk, aztán igazából őket nyúlták el a végén, tehát nem sikerült nekik. Ilyen rengé, amiről már volt rossz szó, hogy random, nem olyan egyszerű csinálni, főleg nem egy disztribútált rendszerben, ahol konszenzus van, tehát ott eléggé kilövi azt a tényt, hogy hogyan lesz ebből random, ebből van többféle hiba. Kicsit megpörgetem, mert időből el fog fogyni. A delegate call-al szokott probléma lenni, ez egy ilyen olyan funkció, amiből a smart contracton keresztül hívhatok át egy másik smart contractból modulokat, de akkor az a másik smart contract az hozzáfér az én smart contractomnak az egész storage-ével, átíratom minden. Itt is elég nagy félrek szoktak lenni. A fallback funkciókat szokták sokszor elfelejteni, vagy rosszul megírni, ami azt jelenti, hogy ha beírok vagy ráküldök Ethereum-ot egy smart contractra, és nem adok meg funkciót, akkor a fallback-ra esik vissza. Illetve van egy ilyen self-destruct, amit az előbb említettem, de ennek beadhatok egy adresszt, és az adresszot elküldi az összes maradék Ethereum-ot, ami rajta van a smart contracton, és utána törli is gyakorlatilag az egészet. Teljesen kezdőnek van egy guide a CryptoCTA formon, amit írtam, aki meg így már advanced, az meg ott meg van egy ilyen URL, a shortener, az meg a hacker most cikk rá, hogy ott ezeket meg lehet találni. Na de még van akkor, amikor ezt látjuk, mert eddig ugye meg volt a forráskor, hogyha ezt látjuk, akkor arra is van egy megoldásunk, a több túl is van, de amit most megmutatok nektek gyorsan, az Octopus nevű túl. Tehát így néz ki a kód, csak ez valószínűleg ott így hátulról annyira nem látszik, de az a lényege, hogy nekem már fel van telepítve,
beadom neki a kódot, és akkor ez egy ilyen előre megírt funkciókat tartalmaz, ami viszont tudja fejteni, hogy hol milyen funkciók vannak a smart contractban. Először kiírhatjuk, hogy mekkora a smart contract, csak hogy nagyjából tudjuk, hogy mivel dolgozunk, és akkor utána tudjuk ezt vizualizálni. Így néz ki a vizualizáció, tehát ugyanúgy, mint hogyha egy bármilyen másik disassemblert használnánk, akkor el tudjuk kezdeni végigfutni az utasításokat. Itt az a trükk, hogy itt az LVM-nek az opcódjait írja ki, és akkor látjuk azt, ebben az esetben, amit ki lehet belőle szúrni, az az, hogy ebben van egy rendtranszi sérülékenység, onnan lehet kiszúrni a rendtranszi sérülékenységet, hogy végigkövetjük, hogy mit történnek, vannak ilyen patternek, amik jellemzően különböző top 15 sérülékenységre jellemzőek, és akkor, hogyha látjuk azt, hogy ezek az opcódok, amik benne vannak, például a caller hívja be az adreszt, itt látjuk is, hogy különböző Ethereum-os címekkel itt mahinál, és utána vagy mstore, akkor itt már sejthetjük azt, hogyha valaki behívja a küldőnek a címét, amire történik valami Ethereum küldés, és utána nyúlok hozzá a storage-hez, és utána a storage-ban mahinálok, és veszek le mondjuk valami balanszot, vagy valami aritmetikus dolgot módosítok, akkor lehet sejteni, hogy ott van valami sérülékenység, és akkor, hogyha ezeket így elkezdjük keresgélni, és most kikommentelem, hogy ne a gráfot lássuk. Akkor ezzel a túllal ki tudjuk írni, hogy valóban, amit láttunk, az nagyjából ugyan, megtaláljuk a funkciókat benne, hogyha minden funkciónak van egy ilyen identifierje, ami 4 byte-os, és azonkor lehet kideríteni, mi a funkciónak a neve, de hogyha valamilyen nagyon elofoszkált funkció név van, akkor nem fogjuk megtalálni, csak mondjuk annyit látunk, hogy fu, 638, stb. De ebben az esetben van benne egy videó, pont azt a zárat mutattam, ami ezt a videót tartalmaz, és ebben egyébként a sérülékenység van, és akkor onnantól tudjuk tovább mondogatni ezt az egészet, tudni fogjuk, hogy a videó funkciót kell majd nekünk behívni, erre pedig van egy remek tool, ez elérhető a remix.ethereum.org-on. Hogyha már eljutunk ide, ez egyébként már az eredeti forráskódja a smart contractnak, de nagyjából ezt az egészet föl tudjuk építeni a reverse engineering-en keresztül, tehát a disassemblerből, és amiket kiszedtünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy tudjuk, hogy milyen címen van ez a smart contract a blockchain-en, amit meg tudunk törni. Beküldjük ide, hogy erre az adresszre szeretnénk funkciót küldeni, és akkor utána rámegyünk majd, hogy videó. Ebben az esetben ki fogja írni, mivel hogy még egy, ez a logikai csavar nincsen meg benne, hogy én ráküldjek, tehát itt van benne egy kis logika hozzá, ki is írja, hogy nem megfelelő a gázmennyiség. És hogyha rámegyek, és egyébként megcsináltam benne, hogy már küldtem rá a coint, nagyobbat, mint amit kér, akkor tudok kiküldeni, ez most el fog félrejönni ez a tranzakció, de akkor fogom tudni felküldeni a tranzakciót, de itt látható egyébként, amit magyaráztam, az a sérülékenység, azt ugye megnézni, hogy mennyi az a balansz, amit ráküldtem, viszont utána írja át azt a változót, ami meghatároz azt, hogy én vehetek-e ki Ethereumot, tehát ez a reintranszi, amikor mindig csak visszahívogatom a withdraw funkciót az én smart contractomból, és sose jut el idáig, hogy MSB, Sender, Yes, No, és nem váltják nullára, és amikor már kiürítettem a smart contractot, akkor utoljára hagyom, hogy végigfusson ez a funkció, és akkor egyszer átírja, de már előtte kiürítettem a contractot. Ez lenne, így nagyon röviden. Köszönöm a figyelmet, kérdések. Volt egy olyan hiba, amit megtaláltál egy élő contractot? Volt. Vannak ilyen példák egyébként a CryptoCTF.org játékban, amit most a Bizzelfoodra csináltam, annak pont az volt a lényege, hogy olyan hibák legyenek benne, amiket így a való életben megtalálsz. Egyébként, hogyha leszeled magadnak az egész blockchain-t leszinkronizálod, az Ethereum most, akkor nagyon sokat fogsz találni. Tehát nagyon sokat. Még úgy is, hogy a forráskódot nem találod meg, mert
mutattam itt a Zetterscan-es oldalon. Itt meg tudok találni a kontraktot, és akkor itt benne van a kód, de egyébként még sokan fel is töltik meg a source-ot is, de vigyáznak el, mert vannak egyébként honeypotok is, tehát vannak olyan kontraktok, amelyek vannak ilyen csavarok, hogy az Etherscan azt mutatja, hogy van benne egy olyan transzit, exploitálod, és akkor neked működik, de amikor meg kiküldöd az éles Ethereum hálózatra az exploitodat, akkor meg benyeri az Ethereumodat. Vannak ilyen trükkök, azért ez csak egy érdekességként mondom el, hogy ami itt van, az nem mindig pont ugyanaz, amire az ember gondol. Erről van, mert egyébként elég sok felírás segíteni érdekesen. Igen? Tehát ez egy becsület szóra megy, hogy feltöltöd a forrást is, hogy abból a forrásból lefordulna-e az a bináris, ami konkrétan föl van a blockchain-en? Nagyjából úgy működik, igen, hogy itt te csinálsz egy kontraktot, azt feltöltöd, most egyébként ez teszthálózat, tehát a Robson az egy Ethereum-os teszthálózat. De hogy amikor te felküldesz egy kódot, akkor van ilyen opció, hogy megadhatod neki, hogy igen, ez volt a forráskód, és akkor bele kell adni nem csak a nem tudom, most megvizsítő az opció, de valahol szokott lenni, hogy te bekülteted a forráskódot. Van még egy olyan, hogy ABI, ez az ABI, amit még hozzá szokott kérni, akkor meg benne vannak azok az információk, hogy milyen funkció, hogy kell neki, stb. És akkor ezeket ő valami saját rendszerén keresztül ezt így megnézi, hogy akkor ez tényleg egyezik-e azzal a smart contract-tal, amire te ezt beküldöd, és akkor, hogyha megegyezik, akkor kiírja, hogy itt van a forráskód. Tehát akkor ide emellé itt van, hogy source code. De itt is van, tehát kiszúrja a szemedet, hogy verify the publish, és akkor itt ezeket kéri be meg, hogy milyen compilert használtál optimalizációt, és akkor itt tudod felküldeni a forráskódot. Gitről olvassa, GIST-ről. Akkor hogy tudsz ilyen kódot csinálni? Mi a trükk? Hát ezt az Etherscan-től is megkérdezném. Mi van, hogy találsz egy hibát, akkor kihasznál, vagy pedig... Nem használok. A kérdés, hogy szöveg következő, nagyon gazdag vagy, vagy? Nem vagyok nagyon gazdag, és nem is célom, hogy nagyon gazdag legyek. Egyébként ezzel kapcsolatban itt elmondanék, hogy szerintem van az a limit, ami fölött már olyan sok pénzed van, hogy nem szeretnéd, hogy olyan sok pénzed legyen, mert olyan emberekkel kerülsz kontaktba, akikkel nem szeretnél. Komolyabban van egy kérdésem. Megnézted egy dolgot, amit úgy hívnak, hogy Holochain? Hallottam már róla, igen, de biztonsági szempontból nem vizsgáltam. Igen? Mi visz rá valakit, hogy... Sok időt gondolom, azért elég sok időt elvesz egy ilyen elemzés, hogy ezt valaki megcsinálja. Igazából azok az alapsérülékenységek, amit az elején mutattam, azok viszonylag egyszerűbbek. És akkor ez az érdekes rész, hogy na de mi van, ha nem tud az alapsérülékenységet megtalálni, hanem sokkal bonyolultabb. Mert azért szerintem 80-90%-a az Ethereum blockchain-nek és a beletöltött smart contract-ok azok forráskód nélkül vannak. Úgyhogy mondtam egy számot, de a nagy rész az biztosan úgy van kint, hogy forráskód nélkül, és ez egyébként olyan sokan úgy vettem észre, hogy nem nagyon foglalkoznak, hogy amúgy ott mi történik. Van egy-két kutatás, de viszonylag kevés. Igen? Ezt a kontraktos rendszereknek nyilván van az jelentés, hogy technikai sérülékenysége, meg van az is, hogy különböző gazdasági rendszereket, játékokat valósítanak meg, és hogy ezek a gazdasági rendszerek maguk is sebezhetőek. Tehát, hogy azt csinálja a kontrakt, amit kéne neki, csak mi is sebezhető. Mint sorolt, hogy megtöri a pengélet Deutschmarkot, hasonlóan. Tehát, hogy ezzel a kérdésem az, hogy annak a különböző rendszereknek a gazdasági sérülékenységgel is foglalkoztál, vagy foglalkozol, vagy? A gazdasági részével nem igazán nekem érdekesebb a technikai oldala, a gazdasági részek azok rajta, akiknek ez a fő feladatuk. Bocs, ezért azt akartam kérdezni, hogy te miért foglalkozol ezzel? Tehát neked mint foglalkodás, ugye ez csak érdekességképpen érdekel dolog. Én most elsősorban ezzel foglalkozok egyébként, most egy vállalatot szeretnék elindítani, és én azzal szeretnék foglalkozni, amit nekünk, meg szívesen csinálom, és ez az, ami nekünk. Tehát ez a blockchain-es téma, ami sajnos már a blockchain elég szitok szó lett mostanában, de viszont azok a témák, amik körülötte vannak, egy decentralizált rendszer, hogy ezek hogy működnek konszenzusban, a proof of work, a proof of stake algoritmusok, ez mind olyan lehetőséget ad
community létrehozására, meg rendszerek létrehozására, amire szerintem még így nem volt lehetőségünk eddig. Szóval itt nagyon sok minden nagyon meg lehet csinálni, és engem az érdekel, meg szívesen foglalkozok vele igazából egyre. Igen? Jövő évkezelő rendszerek felemelkedőben vannak ki, de ugye be is vezeti 2020-ban alapúgyján, és mondjuk ezzel esetleg egy ellensúly lehetne, hogy egy blockchain alapú hírvér rendszert terjeszteni el, még mielőtt az övét terjedne el. És én azt kérdezem, hogy viszont a szabályokat azokat tudni kell módosítani valahogy, mert nem biztos, hogy elsőre olyan szabályrendszer támogatja, amitől nem megy bajra az egész társadalom, mondjuk így. És hogy az Ethereum-ban ezek a szabályrendszerek módosíthatók, egy Ethereum-hoz hasonló rendszerre ezek a szabályok módosíthatók lennének valamilyen szavazásos módon, vagy valahogy. Ez egy kérdés. Alapvetően az Ethereum-mal nagyon sokfajta ehhez hasonló rendszert meg lehet csinálni, ami fontos benne, hogy onnantól te felküldtél egy smart contractot, akkor az úgy van, tehát abban már így módosítani nem tudsz, vannak már ilyen trükkök, hogy ilyen dispatcher funkciókat raknak be, amivel át tudsz ivogatni más kontraktba, de alapvetően nem arra van kitalálva, hogy módosítható legyen. Tehát az nem is lenne jó, hogyha módosítható lenne, mert akkor már a decentralizáltság az nem működne megfelelően. Illetve hát az EOS-nak vannak ilyen próbálkozásai, még az EOS-hoz például olyan, hogy ott, ha jól emlékszem, 21 nód van, ami megmondja, hogy mi a konszenzus, és akkor le van fixálva, vagy akkor ők a decentralizált rendszer. Ami még ezzel kapcsolatban fontos, ez az Ethereum is, meg az összes minden, ami van blockchain világból, meg ez az összes coin, ez még mindig nem mondható úgy, hogy kijött az 1.0, hanem még az Ethereum is azt mondjuk, hogy ez alfa verzió. Tehát itt nagyon sok mindent ki kell tesztelni, ki kell próbálni. Úgyhogy ennek még azért kell idő, hogy látom, mire ez egy olyan kiforrott valami lesz, technológia. Ami a mindennapokon használható lesz. Vannak már működő projektek, már vannak bizniszek, amik Ethereumról futnak, de azért ennek még kell idő. És egyébként, amit a kínaiak csinálnak, amennyire én olvastam, az egy nagyon picit hasonló lesz az Ethereumhoz, tehát ott is, mivel vagy Kína nagy, ezért nem tudnak egy központi rendszert bevezetni az egész Kínára, hanem ott is egy ilyen decentralizált valamit hoznak létre, és ott is a konszenzusnak nyilván meg kell lennie, tehát hasonló funkciókkal fog rendelkezni, mint az Ethereum, az biztos. Köszönöm szépen!